Szeretettel köszöntök mindenkit, aki ezt a videót nézi. Én Szendrei Gitta vagyok, drámainstruktor és művészetterapeuta. Ebben a videóban szeretnék veletek néhány gondolatot megosztani az önismereti és a terápiás folyamatok fontosságáról, illetve az ehhez kapcsolódó kérdésekről. Arról is szeretnék beszélni, hogy hogyan érdemes módszert, illetve folyamatvezető szakembert választani, és végül, de nem utolsó sorban, arról is megosztok veletek néhány gondolatot, hogy mindennek az anyagi vonzatairól mit érdemes tudni, mert nagyon sokszor találkozom azzal, hogy ez sokakban kérdéseket vagy problémákat vet fel. És mindezt azért teszem, mert nagyon bízom abban, hogy mindez gondolatébresztő lehet számotokra, hogy segítséget vagy iránymutatást adhat, mert azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos kérdések, és nagyon fontos lenne erről minél többször, minél több helyen beszélgetni, gondolatainkat megosztani, tapasztalatainkat megosztani egymással, de eddig sajnos valamiért én még erre nagyon kevés példát láttam. És mindezt azzal a szemlélettel teszem, hogy én mind a két oldalt ismerem, hiszen most már 6. éve színházi nevelési szakemberként és művészetterapeutaként egyéni és csoportos folyamatokat vezetek, tehát az ehhez kapcsolódó kérdésekkel is tisztában vagyok, azt gondolom, illetve a kliensnek a pozíciója sem ismeretlen számomra, hiszen most már több mint 5 éve jó magam is a saját önismereti és terápiás utamat járom. És hát akkor ebben a sorrendben el is kezdem megosztani veletek a gondolataimat, illetve a saját élményeimet, hogy miért is gondolom azt, hogy nagyon fontos belevágni egy önismereti és vagy terápiás folyamatba. Nekem az a véleményem, hogy mindannyian azért születünk meg ebbe az életbe, hogy fejlődjünk. És minden, ami körülvesz minket, az a fejlődésünket szolgálja, vagy szolgálhatja. Természetesen csak akkor, hogyha hajlandóak vagyunk mindezt észrevenni, hogyha nyitottak vagyunk erre, és hogyha nyitottak és hajlandóak vagyunk arra, hogy megtegyük a szükséges lépéseket a fejlődésünk érdekében. Én azt gondolom, hogy minden okkal történik velünk. Okkal történik az, hogy miért abba az országba születünk, ahová, hogy miért abba a családba, miért abba a közegbe, környezetbe, ami körülvesz minket, hogy miért azok az emberi kapcsolatok vannak körülöttünk, akik, hogy milyen élethelyzetekbe kerülünk, és hogy milyen kihívásokat állít elénk az élet. Ez mind-mind okkal történik, és mind-mind a fejlődésünket szolgálja, ahogyan már mondtam. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy időt és energiát fordítsunk arra, hogy megismerjük a saját történetünket, hogy elfogadjuk ezt a történetet, hogy megismerjük és elfogadjuk saját magunkat, és ennek bizony az is a része, hogy azokat a rejtett dolgokat is feltárjuk, és a személyiségünk részévé tegyük, és a szolgálatunkba állítsuk, amikkel nem merünk szembenézni. Ami szerintem egy nagyon fontos dolog, és ezt szinte sehol nem hallottam még, az az, hogy egy-egy ilyen folyamat és egy-egy szakember az nem úgy működik, mint egy gyógyszer, amit, hogyha beveszünk, akkor az megoldja a problémát. Ez nem olyan, mint egy fejfájás csillapító, amit gyorsan bekapunk, és akkor 10 perc múlva már teljesen el is tűnt a fájdalom, minthogyha nem is lett volna. Tehát semmilyen
önismereti és terápiás folyamat nem működik anélkül, hogy a kliens, aki ebben részt vesz, az ne tenné bele a saját maga részét. Tehát én azt gondolom, hogy nem elég az a 50 perc, 1 óra, másfél óra, amit az adott ülésen eltöltünk, hanem nagyon fontos az, hogy az ülések közötti időt is úgy töltsük ki, hogy készülünk a következő alkalomra, tehát megcsináljuk a házi feladatot. Én azt gondolom, hogy elég sok módszerben fontos kritérium az, hogy készüljünk egyik alkalomról a másikra. Nagyon fontos az, hogy tovább vigyük azokat a gondolatokat, amik ott megindultak. És nagyon fontos az, hogy azt a fajta tudatosságot, amit egy jó folyamat és egy jó szakember átadhat nekünk, megtaníthat nekünk, azt az életünk minden percében tovább alkalmazzuk. Tehát ez egy óriási munka, nem könnyű, és nem a szakembertől kell várni azt, hogy majd ő megoldja helyettünk a problémát. A szakember csak iránymutatást adhat, és vezethet minket ezen az úton. Helyettünk semmit nem fog megoldani, vagy semmit nem fog megfejlődni. És ezt tudomásul kell vennünk. Enélkül ez nem működik. És akkor azt gondolom, hogy ez talán már egy kicsit át is vezet abba a kérdéskörbe, hogy hogyan érdemes módszert, önismeret és terápiás módszert, illetve folyamatvezető szakembert választanunk. Én nagyon örülök annak, hogy ez a téma már egyáltalán nem számít tabunak napjainkban, tehát egyáltalán nem ciki segítséget kérni, hogyha úgy érezzük, hogy arra van szükségünk. Egyáltalán nem szégyen, sőt, inkább nagyon inspiráló az manapság, legalábbis én így látom, így érzékelem, hogyha valaki egy ilyen folyamatban benne van. És a lehetőségek tárháza az szinte végtelen. Tehát választhatunk a pszichológustól kezdve a pszichoterápián át, a művészetterápiáig, a táncterápiáig, énekterápiáig, pszichodrámáig. Rengetegféle módszer adott, ez most csak néhány ezek közül, ami hirtelen eszembe jutott. Tehát én arra biztatok mindenkit, hogy kezdjétek el kísérletezni, próbáljátok ki ezt is, azt is, nézzétek meg, hogy melyik módszer az milyen hatással van rátok, hogy mit hoz ki belőletek, és nyugodtan hallgassatok a megérzéseitekre, mert higgyétek el, hogy fogjátok érezni azt, hogy mi az, ami valóban érdemben tud nektek segíteni, mi az, ami nem, de az is előfordulhat, velem is előfordult ilyen a saját folyamatomban, hogy egy bizonyos módszer az egy pontig bizonyos dolgokban tudott csak segíteni. Aztán, amikor azt éreztem, hogy megakadtam egy ponton, és újra ugyanazok kerülnek elő, de közben mégsem tudom azt megfejlődni, akkor pedig váltottam. Fölmerülhet bennetek kérdés, akár azzal kapcsolatban is, hogy egyéni vagy csoportos folyamatba vágjatok bele. Én azt gondolom, hogy mind a két típusú módszernek vannak pozitív hozadékai. Egy egyéni ülésen nyilván mindenkire nagy figyelem irányul, ott csak veled foglalkoznak, de a csoportos munkának pedig az az előnye, hogy egyrészt ott találkozhatsz különböző emberekkel, megismerheted az ő történeteiket, amikből rengeteget lehet tanulni és inspirálódni, illetve a csoport az egy nagyon szuper projekciós felület, és amikor a te kérdéseiddel vagy problémáiddal dolgoztok, akkor a csoport tagjainak a hozzászólásai, a meglátásai, az, ahogyan ők megközelítenek egy-egy kérdést vagy problémát, az
újabb és újabb gondolatokat ébreszthet bennetek is, és nekem az a véleményem, hogy nagyon fontos mind a két típusú munkát megtapasztalni. Tehát én erre biztatlak benneteket. Ami fontos, az az, hogy egyszerre több folyamatban benne lenni nem érdemes, mert hogyha két szakember nem kommunikál egymással, vagy két olyan folyamat zajlik, ami nincs összeegyeztetve semmilyen szinten, akkor az csak megzavar benneteket, nem tudja a fejem, hogy mit csinál a kezem, tehát egymás ellen dolgozni nem érdemes, mert az csak zavart kelt, és nem a fejlődéseteket szolgálja. Tehát merjetek kísérletezni, próbáljatok ki több dolgot, és azonnal váltsatok, hogyha azt érzitek, hogy valami nem szolgál benneteket, mert nyilván mindenkinek mind az ideje, mind a pénze nagyon értékes, és én azt gondolom, hogy ezt csak arra érdemes fordítani, ami valóban hasznos számunkra. És mi a helyzet a szakemberekkel? Nagyon sokszor találkozom azzal, hogy az önismeret az egy ilyen nagyon hangzatos hívó szó lett, hogy úgy mondjam, és nagyon sokféle módszert és folyamatot felhúznak ennek a hívó szónak a mentén, és sajnos én azt is érzékelem, hogy ebből egy elég erős biznisz született. Tehát, hogy sokan azt gondolom, hogy úgy állnak ehhez a dologhoz, hogy könnyen és gyorsan sok pénzt lehet ezzel a dologgal keresni. Úgyhogy én óvaintek mindenkit a szakember választásnál. Legyetek körültekintőek, és csak is olyan emberhez menjetek, akár egyéni folyamatot választotok, akár csoportot választotok, aki megbízható. Szuper, hogyha esetleg az ismeretségi körben körbe tudtok kérdezni, hogy milyen tapasztalatai vannak az ismerőseiteknek azzal a valakivel. Nagyon fontos szerintem a referencia, hogy hol mit tanult, és eddig milyen tapasztalatai vannak a munkájában. És aztán pedig, hogyha találkoztak azzal az adott emberrel, akkor is egyébként lehet bármilyen képzett, bármilyen tapasztalt. Abszolút előfordulhat az, hogy mégsem ő a ti emberetek, mert valamilyen nem kerültök egy hullámhosszra, akkor is érdemes váltani. Én azt gondolom, hogy az a jó folyamatvezető szakember, aki nem spórolja meg az időt és az energiát a saját folyamatának a végigjárására, aki jó pár évet beletesz ebbe az útba, és aki nem sajnálja az időt és az energiát arra sem, hogy folyamatosan tanuljon, hogy folyamatosan képezze magát, mert minél több módszert megismerünk, és minél több módszert tudunk alkalmazni, annál több oldalról tudunk egy-egy kérdést vagy egy problémát megközelíteni, és aztán feldolgozni. Természetesen egyénre szabottan, hiszen mindenkinek más a története, más az igényei, és mindenkinek más az, ami hatásos. Az a lényeg, hogy addig keresgéljünk nem csak a módszerek tekintetében, hanem ugyanúgy a szakemberek tekintetében is, amíg olyan megbízható emberre nem találunk, aki valóban azért dolgozik, hogy másoknak érdemben segíthessen a személyiség fejlődésükben. Tehát ezek azért elég húzós ügyek, mind az időt és az energiát, mind pedig az anyagiakat tekintve, és azt gondolom, hogy csak is arra érdemes mindezeket ráfordítani, ami valóban a mi fejlődésünket szolgálja.
És ez a gondolat egy picit talán már át is vezet minket ebbe a bizonyos pénz kérdésébe, ami szerintem szintén egy fontos dolog, és amiről kell beszélgetni, mert én nagyon sokszor találkozom azzal, hogy valaki azért nem vág bele egy-egy ilyen folyamatba, mert túl soknak találja azt a pénzt, amit egy-egy ülésért, vagy egy-egy foglalkozásért elkérnek. És valóban, főleg a mostani helyzetben, amikor tényleg mindenki szinte meggondolja azt, hogy mire költi a pénzét, fájdalmas lehet, hogyha mondjuk azt látjuk, hogy egy 50 perces ülésért átlagban olyan 12-15 ezer forintot szoktak elkérni. Hogy mit is tartalmaz ez az összeg? És én most abszolút csak a saját részemről tudok beszélni, nyilván más szakemberek fejével nem tudok gondolkodni, úgyhogy ezt most így hallgassátok meg, kérlek. Én ugye művészetterápiás üléseket szoktam tartani, ezek másfél órások, bár nagyon gyakran átcsúszunk a két órába is. Ez nyilván nem összehasonlítható mondjuk egy pszichoterápiás üléssel, tehát teljesen más a módszernek a menete, mert a művészetterápiás foglalkozások során ott ugye az alkotásban dolgozunk, és az alkotás során kerülnek feldolgozásra vagy megértésre bizonyos problémák vagy kérdések. Ezeknek a foglalkozásoknak nyilván van egy eszközigénye, vannak olyan eszközök, amik sokáig kitartanak, például a porpasztelkréták, vagy a festékek viszonylag sokáig bírják, de vannak fogyóeszközök, úgy mint az agyag, úgy mint a lapok, vagy például az akvarellaptömb, amiben összesen 10 darab lap van, és nagyon sokba kerül sajnos. Tehát ezeknek nyilván van egy ára, és én mindig olyan eszközöket vásárolok, és én folyamatosan bővítem is az eszközeimet, amik azért minőségi alapanyagok, tehát soha nem dolgoztatok senkit olyan anyaggal, ami csúnya vagy rossz. Azt gondolom, hogy ez alap, hogyha valaki eljön egy ilyen ülésre, hogy minőségi eszközök legyenek biztosítva számára. De ami még ezen felül részét képezi egy-egy ülés díjazásának, az egyrészt az, amit már említettem nektek, hogy bizony időt és energiát szánni a saját önismereti és terápiás folyamatába a szakembereknek, tehát szerintem fontos egy folyamatos szupervízió is. Ennek is van anyagi vonzata. És hát arról nem beszélve, hogy az a rengeteg év, amit arra fordítunk, az a rengeteg idő, hogy tanuljunk, hogy végzettségeink legyenek, hogy új ismereteket szerezzünk, új módszereket tanuljunk meg, amit már szintén említettem nektek, ennek mind-mind anyagi vonzata van. És aztán pedig, ahogy telik az idő, és egyre tapasztaltabbak leszünk, úgy nyilván egyre hatékonyabban is tudunk dolgozni másokkal, úgy szerencsés esetben egyre többen is kezdenek el hozzánk járni, és egy idő után azt gondolom, hogy ezt a tudást és tapasztalatot, amivel egy szakember rendelkezik, azt is meg kell fizetni. Ezek nyilván olyan dolgok, amik szerintem körülbelül minden szakmára elmondhatóak. Ezt inkább csak azért tartottam fontosnak, hogy elmondjam, hogy egy picit valahogy tudatossá tenni és kihangosítani azt, hogy egy-egy 11-2000 forintos ülés az mi mindent tartalmaz, és mi mindent kell megfizetni. Mindemellett azt is gondolom, hogy azért ebben is van egy határ, amit meg kell szabni egy folyamatvezetőnek, mert hogyha valakit az motivál, hogy a nullákat lássa számokban, akkor az már régen rossz. És nekem az is a véleményem, hogy egyszerűen azt is figyelembe kell venni, hogy kinek mit enged meg a pénztárcája, és az átlag emberek azok bizony csak bizonyos összegeket tudnak megengedni maguknak. Úgyhogy hiába kérnék én el
sok-sok nullát egy-egy ülésért, hogyha nem jön el senki, mert nem tudja kifizetni, annak semmi értelme, mert tényleg nem ez a célja ennek a dolognak, az én szempontomból nézve. Nagyon sok mindent mondtam, és nagyon bízom abban, hogy követhető volt minden, amit mondtam. Biztos vagyok benne, hogy még rengeteg dolog eszembe fog jutni később, amit szerettem volna elmondani, de kimaradt. És hogyha hasznosnak találtátok ezt a videót, vagy van olyan, ami felkeltette az érdeklődéseteket, és szívesen hallanátok róla még akár bővebben is, akkor legyetek bátrak, és írjatok. És hát mindenkit arra biztatok, hogy lépjetek rá erre az útra, higgyétek el, hogy képesek vagytok rá, hogy végigjárjátok, és higgyétek el azt, hogy nem fogjátok megbánni, úgyhogy én mindenkinek eredményes munkát, eredményes fejlődést és csodás tapasztalásokat kívánok. És nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok.